Itt élt közöttünk. Szombathelyen látta meg a napvilágot. Követte Krisztust, és ezzel példát adott sok ezer ember számára, akik egy jobb, igazabb életre vágytak. Ő Márton, az ókori Szavária leghíresebb szülötte. A mi szentünk. Emléke ma is él. Ő a szombathelyi egyházmegye védőszentje, de számos templom patrónusának is e híres férfiút választották, a Krisztushoz hűséges Vas és Zala megyei hívek. A zarándok mindig úton van, de néha le kell térni a kijelölt utakról. A Sárvártól néhány kilométernyire fekvő Zsédeny is csak így fedezhető fel igazán. Őseink sem kerülték el ezt a helyet, amit bizonyít a falu határában feltárt vaskori sírhalom. Itt építették ki a Sárvárról Sopronba vezető középkori híres utat, a Via Magnát. A településen haladt keresztül a Pannonhalmát Szombathellyel összekapcsoló Szent Márton monostorától Szent Márton városáig vezető kerékpáros túraútvonal. A falu egyik ékessége Vas megye egyik legrégebbi Szent Márton temploma. Már egy 13. századi oklevélben megemlítik. A templom belső egyszerűséget tükröz. Legfőbb értéke a szószék mellett az oltárkép. Ennek előterében Szent Márton püspökként jelenik meg. A kép hátterének jobb oldalán az Amieni várfal előtti köpeny megosztás jelenete látható. A lovon ülő, köpenyét kettévágó római katona Márton és a félmeztelen koldus. A bal oldalon pedig Márton attribútumát, a ludat ábrázolta a kép készítője. A hagyomány szerint közfelkiáltással választották meg Mártont Túr városának püspökévé. Életrajzírója, Sulpicius Severus így írt erről. Csodálatos módon hihetetlen sokaság gyűlt össze Túrban a szavazásra. Megegyezett mindannyiuk akarata, Márton a legméltóbb a püspökségre. Boldog lesz az az egyház, amelynek ilyen főpapja van.